Kívánok, szevasztok, Keeper jelentkezik a következő csodálatos 7 Days to Die-jal, és olyan tervekkel érkeztem hozzátok, hogy meg fogtok örülni. Igen, egy kicsit, megmondom őszintén, hogy még én is izgulok, ez a sorozat az egész kis izgalmassá vált, önön hibámon kívül is sajnos, de hát ez ilyen gyerekek, ilyen dolgok vannak. Figyeljetek, nagyon sok komoly dolgot kellene csinálni, várjál. Na mi a fasz? Halló, ez mi történt? Nem voltak ezek mindig itt és ilyenek? Jó, egyébként úgy be vagyok szarva, mint az állat, megmondom őszintén. Mennyi idő van? 0 óra van, és még mindig nem történt meg az esemény. Gyerekek, figyeljetek, egy lyukat kellene gyűjtenem, nem? Hát miért ne? Figyeljetek, kemény vagyok, mint a Rambo 3. Igen, olyan tervek vannak itt a Keepernek az agyába benne, hogy egyszerűen el fogjátok dobni az agyatokat. Ez milyen? Small stone, az is kell, egy csomó minden kellene egyébként. Csak hülye a Keeper, és nem gyűjtöget. Na, menjünk rá a lyukákra, jó, úgy nagyjából, így próbálkozzunk lyukka gyűjtés ügyileg, meg így lutolgassuk, meg mit tudom én, hogy azért legyen valami, ott egy mentőautó a távolban, miért ne? Egyébként most jó csillagos az ég, egész jól látni, úgyhogy szuper minden, úgy gondolom. Egyedül a zombikkal kell vigyázni, de inkább figyeljünk azokra a túros hátuk is szörnyedvényekre. És bocs, Nagy Attila, hogy már mint igen, írtad, hogy ez nem családbarát tartalom, de hát egyszerűen nem tudsz, itt nem tudsz családbarátnak lenni, mert itt ne haragudj, itt néhány ilyen kis szólamot így meg fogok kereszteni, amiért így lehet, hogy annyira nem családbarát. Előre is, bocs mindenkinek, de azért amikor beszarok a gatyába, akkor úgy nem annyira kellemes. De azért Keeper azért nem ilyen nagyon alpári vagyomja, de amikor megijedek, vagy valami van, akkor azért beugrik a... Gyerekek, itt kilutoltam én mindent szerintem, vagy nem tudom. De kár, hogy nem lehet megnézni, hogy mit lutoltál ki, meg mit nem itt távolról, nem? Egyébként a lyukkák erre, azt akartam mondani, hogy nem igen vannak lyukkák erre, meg itt van egy csomó lyukka. Na, veretjük neki, összeszedünk mindent. Az a baj, tüzet nem nagyon tudok gyújtani, úgyhogy az itt most hanyagolva van, ezt nem tudom, hiszen már nincsen benne semmi. Oda nézze-e? Egyébként jó, mert ugye Snake-be vagyunk, meg ugye Iron Arrow-val vagyok. Most na, mondom a terveket, jó, a mai napra. Mármint a, igen, mai napra mondom a terveket. Figyeljetek, el is kellene arra javeláznom. Ja, hát lehet, hogy be fogok nézni egy kicsit ide a izébe, a boatba, és leginkább lőszerre lenne szükségem, úgyhogy lehet, hogy az összes pénzünket ráverjük a lőszerre, és el kellene mennem, 2 darab helyre kellene elmennem. Először is el kéne mennem a kórházba, de nagyon gyorsan kellene azt csinálni, gyorsan kellene azt kipucolni, mert a Keeper... Ennek kellene, ugye, szuri, kellene injekció, de még valami más is kellene. Jó, meghalt. Még elfelejtem, hogy nézni kell itt a Lenna. Lenna sarokba? Vagy az XP-vel mi történik? Egyébként még annó Bandi fejtette meg, hogy miért nem látok én így. Jó, van, oké, megcsipte a ide. A kaktusz. Miért nem látok én itt normálisan által időt? Azért, mert egy ilyen 110-es hát ilyen monitor tévének nevezhető, ilyen 4K cuccon nézem a játékot, ez bössz már nagy, aztán ugye így forgatnom kell a fejem, azt néha azért nem veszem észre a dolgokat, ugye, ami a perifériámban van. És mindig ezek ilyen kutyaszarok vannak gyerekek. Na jó, itt én lutolgatok addig, amíg így reggel lesz, hogy valamit szerezzünk, snaking skill-em az megy fölfel, az is tök jó egyébként. Sanyika, ne ássál, mert nem tudom megalapítani, hogy zombi támadáson vagy, pedig te vagy a hülye. Te nordétanak, meg minden, ugrálnak. Sanyika! Ne ássál! Ne. Halljátok ti, hogy itt társ, mint az őrült ez? Na mi ez? Vitaminok. Az jó egyébként a vi... Valami kutya hangot hallottam. Esküszöm. Nem hallok a Sanyikától, mert úgy ás. Egyébként Sanyika a kutyám, aki ugyan... Újon érkezik, képzeljétek, hogy valaki betéved idején meg itt tornítok, hogy Sanyika az anyád, hát ne ássál!
Gondolja, milyen francia hülye vagy? Mit ordít ez valami gyerekkel ordít, Sanyikával? És nem hagyjám abból, mint az őrült tudás, hallod? De szemem meg a mindjárt nekem meg. Nem hagyja abba. Amikor elkezdek videót, mindig ezt csinálja. Ja, nem akartam egyébként itt, tudtam, hogy itt kicsit mászkálok, meg minden, de gondoltam, hogy akkor úgy csináljuk, hogy akkor gyertek velem éjszaka is. 2 óra 36 van, van még pár percünk, vagyis másfél óránk. Legyen ez is benne a videóban. Nehogy azt higgyétek, hogy itt bármit, mit tudom én, mit csinál. Igazából ez alatt ugye álltam egy helybe, akkor gondoltam, akkor annyira nem kell az, hogy itt legyetek velem, de most azért. Egyébként meg vagyok bátorodva, azt veszem észre magamon. Ezt előttem mellette hallod? Süttyent a idő fülibe. Sanyika, ne ássál már, komolyan mondom, hát mindjárt hátba húzlak, úgyhogy tököd leszakad. Valami jó út, jó lenne, azért próbálkozik itt a keeper, meg igazából ugye jó lesz ez nekünk mindenképpen, mert majd eladjuk. Sanyika, úgy foruglak be az első 3 napig, hallod? Hát lebetonozlak. Ezeket nézem. Hát, hogyha jó lenne egyébként, hogyha jó lőszer alkatrészt. Figyelj, igazából tök mindegy, mert el kell eladom a francba őket. Leginkább ott egy lyukka. Lyukkából legyen sok, mert ez a sivatag, ez eszi rendesen a izémet. A italomat. Te. Sándor, komolyan mondom, ezt nem hiszem el. Azért nem megijedtem, azt hittem, van itt valami kaktusz. Az kaktusz volt, na. Hát komolyan mondom, elkezdek bazai idehozni, azt úgy ás, mint hogyha muszáj lenne neki. Jó, most elmaradt. Elmaradt. Jó, van. Figyelj, idére vagyok kíváncsi arra óra. Tudom, hogy nem tudom, mit tudok itt csinálni, de... de hogy... mennyit tudnék csinálni, engem az érdekel. 18-at tudnék csinálni-e? Iront. Mert van Iron, ez egy nyíl, úre jó. És ez a Stone-t, 16-ot. Mi az, ami kevés? Branch az a kevés. Branchet kellene gyűjtenem, meg ilyet, és akkor tudnék csinálni. Fibert, meg branchet gyűjtsünk ebbe a maradék időbe. No stamina? Nem mondod. Nincs stamina, nem tudok gyűjteni, hallod? Ez nagyon jó. Ugye időbe tudok csak ebbe a Carpenter table-be, de talán van ott bent, nincs gyerekek. Jó, akkor gyűjtsük mást. Kellene nekem néhány izé. Néhány. Nyílvessző azért jó jönne. Csak várjál, nem lesz nyírva a bolt. Úgyhogy azt cseszhetem a boltot, túl vagyunk terhelve. Be kéne nyomni egy szteroidot, várjátok, rakjuk rendbe a dolgokat. Így. Ja, és igen, van pár machine gunom, ezeket itt átrendezi a keeper most. Így. Meg scrap shotgunom, és azt le fogom cserélni ezt a shotgunt. Ezt hogy kell kitároznom? Tudod kitározni, vagy valami csoda? És akkor... Ez jobb, mert ugye ez több... 3 fér vele? Ebben nem fért régen több bele? Jó, elhiszem. Ebben 5 darab van ilyen lőszerep? Hogy mondom, de jó, hogy semmi 5-56-os kellene. Ja, és ugye az 5. napon vagyunk, szóval nagyon szumin vagyunk. Várjál, már csinálom is, lerakom a campfire-omat. Hol a szarban van a campfire? Egyébként én itt nem találok meg semmit ebbe a játékba, gyerekek. Azt nem mondom nektek. Campfire lerak, igen, jó. Ne lehet, hogy nincs hozzá tűzifám. Van valami tűzifám? Reggel van, jó. Ide be kéne raknom a rácsot, meg a főzőedényt. Azt remélem, hogy egy helyre rakta. Ezt mondjuk, ezt megeszem. Igen, mit tudok csinálni? Kellene beraknom ugye valamilyen éghető anyagot. Jó, tudok tojásos izét. Sokat. Éghető anyagot kellene gyűjteni, várja, akkor ezt csináljuk, hanem akkor csináljunk izét. Jukka juice-t. Ez nyitva van ilyenkor, hallod? Ez nem is tudta. Ja, lyukka juice készül, ne. Csak az a baj, hogy nincsen éghető anyagam nagyon, nem? Nézzük meg, nincs valami. Ez nem éghető, ez a... szén. Ez nem szén.
De hogy nem 41 perc. Ó, akkor jó. Itt is hagyom, várjatok, akkor csináljunk még izét. Pakoljunk be. Egyet vigyünk, mert kéne innom. Nekem szükségem van, várjál erre. Kellene szteroid. Szteroid, az, ez a szteroid. Mimusz. Oké. Okay. Rendben, itt meg akkor készül a idő, készülnek a dolgok. Még egyet megiszunk. Az a baj, hogy itt állandóan pakolgathatod, azt megőrülök tőle. Oké. Okay. Júz, és akkor még van itt ilyen vótört is tudunk csinálni. Ezeket mind főzze meg, jó? Amiket meg tud. És akkor még tudunk csinálni 15 ilyet. Jó, ez megy a levesbe. Oké, okay, gyerekek, és akkor ez megcsinálja. Hát ez nem kevés ideig tart, addig tudok csinálni más. Húzok a francba, most már tudok végre futni. Megittam a második lyukkacsúszomat is? Már 20 még megy fölfele. Oké, okay, benézek a... benézek, lőszert kellene vennem, ugye? Ha maximum azt csináljuk, hogy adunk el lőszert. És ma nagyon sok dolgot kéne csinálni. Nagyon-nagyon-nagyon sok dolgot. Oké. Okay. Ennek nincsen véletlenül az, amire gondolok? Nincs. Várjál, az hol van? Egészségügyi dolgok azok hol szarabban vannak? Nem nagyon nincsen. Jukka zsúz van, az nem érdekel. Mivel most semmi nincs olyan, ami nekem nagyon kellene, ugye? Tools. Sőt, fegyver sincs. Ennél nincsen a másiknál van inkább. Viszont eladjuk azokat a dolgokat, amiket, amik drágák. Ezt eladom, igazából pénzre van szükségem leginkább. 762-es lőszer. Az marad lőszer, az maradjon azért. A 10 mm-es lőszer nem tudom mihez kell. Figyelj, mennyibe? Hát ez nem sok ér, ugye. Ezt a bútszot, nekem azt hiszem, hogy van bútszom. Na jó, ezeket ezt hagyjuk. Hagyjuk el dolgokat, meg kellenek dolgok nekem. Mármint pénz kell majd. Oké. Okay. Oké. Okay. Ezt nem veszed meg, vedd meg. Ezt is vedd meg. Tudom, hogy a jó elcsiszebb, mert craftolni meg emiatt nem tudok nagyon. De egyébként jó, úre jó izé. Jó le vagyok most. Nem sok, nem sok, nem sokat... nem sok helyet foglal. Ezt nem tudom júzol, de tudom júzolni. De ez már tűnjön el, meg beszélünk a másik csávóval, annak lesz az éje. Mennyi pénzünk lett? 613, azzal nem megyünk a bucsóba, de lesz ilyen sörétel. Jó. Ugye? Yeah. 762-es, vagy 756-os lőszer is jó lenne, az melyik? Vagy 556-os, ugye? Az kell ehhez a szarhoz. 556-os, jó. De azt mennyire adod? Az 30-ért adja. Viszont a sörét 33, és a sörét az nekem így jobban bejön. Úgyhogy... Hihetek. Veszünk 20 sörétet. Jó. Oké. Oké, oké, hát szerintem is oké. Okay. És akkor van 30, hát 38 darab sörétem. Most a semminél jobb. Megyünk vissza. Mást itt nem tudok venni. Ugye itt nem, elé nem volt semmi más. Úgy, de az a baj, megint itt cseszem el az időt. Be kéne mennem a, ugye a kórházba. A kórház nem lesz egyszerű. Nem is tudom, hogy mit csinálják egyébként. Lehet, hogy nem a kórházra kellene mennem rá. Itt nem volt olyan... Nem volt, ugye? Nincs nála olyan. Nehogy véletlenül itt elcseszem, hogy véletlenül van nála olyan ellenszer, de úgy látom, hogy nuku. If you wish. Oké. Megyek, barátom. Na, végre már tudunk mozogni. Egész jó állapotban vagyunk. Sporolni kellene a izémmel. Lüszerrel, tudod? Jó, ma megint szomjasak vagyunk, ez a baj. Hol van ez a szaros izé? Campfire. Te hallod, nem itt volt a campfire? Itt volt valahol, te. Nem itt volt, arra van még. Ura, utálom, hogy ízei van, hogy állandóan stamina problémáim vannak. Ez egy őrület. Nem tudsz futni.
Na. Oké. Van 15. Figyelj, igazából itt is hagyhatnám ezt, nem? Ezt majd leég, azt jó van. 3-4 perc, akkor ebből lehet, hogy ki kellene vennem. Mondjuk egy felét, nem? Hogy ne menjen azért el a levesbe. És akkor mehet tovább. Jó, és akkor van piám, azt le is rakom. Van lyukkocsúzom. Amit sorba rakok, lerakom a kávét is, ezt az üveget ide rakom. És hol a lyukkocsúzom? Hol a szarba van a lyukkocsúzom? Gyerekek, hol a szarba van a lyukkocsúzom? Komolyan mondom, én ezt most megint idő van. Okay. És akkor iszunk, kávét iszunk, mindent, megyünk, mint az őrültek, jó? Megyünk a kórház fele. Mennyi van a piás szintem? 16 van. Hogy rohanjon meg? Hát ez nagyon gyorsan. Hogy... Miért mennyit ad ez a rohadt lyukka zsúz? 34-et, hallod? Még mindjárt benyomok egy kávét is. Igen, a kórházra gondoltam, hogy ott szerzünk magunknak ellenszert. Ellenmérget. Jó, 26-52, oké, jó lesz. Nyomok egy ilyet is be. Meg a katonai bázisra gondoltam. A katonai bázis, az hol jelöltem meg? Várjál már. Volt, volt, volt. Katonai. Kórház katonai. Jó, úgy be fogjuk ejteni akkor. Most küldetést nem csinálunk, hanem megpróbáljuk túlélni magunkat. Hogy rohadtul mindig szomjasak vagyunk ebben a játékban, az egyébként varít engem. Nem tudsz futni, szomjas vagy. Nem állunk le egyébként most balhézni. Leginkább, főleg idejében. Egyébként ez viszont lehet, hogy jobban, gyorsabban tározza a másikat, nem? Egyébként a kórház szerintem kemény hely lesz. Ez az egész a kórház? Oh my fucking god, hallod, mekkora kórház ez? Ez nekem erős lesz, nem? Nem, ez egy kicsit erős, ott egy mentő. Az lenne jó, hogyha találnék nagyon gyorsan. És akkor nem kéne én itt kipucolnom az egészet, mert egy kicsit félek tőle. Én a katonai bázist el akarok foglalni, mert a katonai bázis meg jó lenne, ugye a izébe. Majd. Hogy nem lehet. Ó, te fiú, hallod, ez megint hogy került oda? Az a baj, hogyha ugye összebalhéznak valamivel, akkor oda mennek, és akkor utána meg vissza. Úgyhogy ezzel egy ilyen problémát tudnak lenni. Figyelj, meg kell próbálnom azt, hogy... Hát ez nem volt jó ötlet. Hát de utána veszte. Ja, nyílveszőt kellett volna, csak ugye nem volt hozzá. Az a baj, valamilyen gyors, valamilyen szinte gyorsnak kéne lennem, tudod. Hát rád vettem egyet, bazza, visszajön, öcsém! Na, ide be kéne menni, bazza, nem lesz egyszerű, érzem már. Hogy ez mi ez? Ez nem akna? Nem, hogy akna legyen, mert akkor megőrülök, várját. Belövök, nem tudom már, nem értek ehhez. Hát csak felrobbanna, nem? A gyerekek, meghalok, megőrülök. Kikerüljük inkább. Remélem be tudok jutni. Nem szívesen jövök ide, katonai bázisra mennék rá. Most ez komoly? Most ez komoly? Hát megőrülsz. Hát 6x7-szer betálva, érted? Hát. Ez meg már mikor megy tönkre? Fogajon nem tudom kinyitni, mert túl hard, nem? Jó, van, oké. Úgyhogy egyébként ilyet is kell vennem, mert itt a baj lesz, hogyha ez elfogy. No, nem, egyszerűen nem találod el. Akkor szívsz vele. Hú, hát itt vannak sokan, úgyhogy itt meg kéne idejön így. Snake-elni ezeket.
Szerintem itt böszme sokan lesznek, úgyhogy ez érdekes lesz nekem. Az a baj, ezzel elcsesztem az időt, a katonai bázis nem fog tudni bejutni már. Úgyhogy ez egy ilyen elég 22-es csapdája, hogy most ezzel kell tököldem. Ezt ugye tudod így üvegbe gyűjteni. Egyébként úgy akar, mint az állat, és az azt jelenti... Azt jelenti, gyerekek, hogy 200 darab zombi van itt. Na mi van? Megtöltöd még máma? Jó, meg. Várj egy pillanatra. Nem, azt hittem átállított. A gyerekek, ez a lag, ez mindig rosszat jelent. Azt tanuljátok meg, hogy itt azért lagol, mert a millió zombi idő van. De így a kórház... Ez a kórház, én érzem, hogy ez egy nagyon veszélyes környék. Gyerekek, itt tucatjával jönnek mindjárt a zombik. Oda néz, hogy lagol, basz meg. Én elmegyek innen. Ezt mi nem fogjuk tudni megcsinálni, ez egy ilyen tier 4-5-ös hely, hallod? Oroné. Itt 30 darab zombi, és az a baj, nincs hozzá elég lőszerep. El kell menni, katonai bázist el kell foglalnom. Mert a katonai bázis... Gyerekek, oda nézzé! Hall... Ott megvan egy ilyen kutyaszar. Gyerekek, figyeld ezt a laggót! Ez még nem is, látta. Menjünk be, majdnem be az ember, vigye meg döglök. Gyereke! Mi van már? Tűnjön el ez a lag. Menjünk innen, hallod? Ez nagyon durva, ez gyerekek, nézzétek meg korai felett. Az a baj, hogy lehet, hogy 200, nem is, egy napot nem is, egy nap alatt nem is tudod megcsinálni ezt az egészet, tudod. Úgyhogy ez tényleg egy kicsit olyan, ennek sok értelme nem lenne itt nekem nekiállni ezt szétszedni. Igen, és akkor menjünk a időbe katonaihoz. Megjelöltetem egy ilyen pirossal is. Megyünk a katonaihoz, és már megint szomjasok vagyunk sajnos, de hát most legalább van egy csomó lyuk, hogy húzom. Azokat meg nem álltam a szeregetni, ugye? És na, a katonai bázison, ha nagyon-nagyon mázlim van, akkor találok valami jót. Ami nem biztos, hogy nagy mázlim lesz. Ugye az durva, hogy nem tudok kraftolni egy csomó mindent így kézből. Emiatt elég sokat kell nélkülöznem. Figyelj, ide benézhetnék a másik boltba. Mondjuk mi a szarnak, mi? Jó, ezt meg már felvettem. Nem gyerekek, azt úgy nem, nem volt érdemes azt megcsinálnom. Mármint a izét, azt a kórházat azt nem tudtam volna. Az egy nagyon, az tele van, az nagyon tele van. Az valami tier 4-es, 5-ös quest akar lenni. Inkább azt kell csinálni, hogy minden szart tutolni, aztán ha mázling van, akkor talán benyelünk egy üzét. Még egy ellenszert. Ellenmérget. Nem tudom. Talán a katonai bázison is ugye esélyes, hogy van kötszer. Ez még zárva? Egyébként ezeket az zárva... Várj, nem, most nem használom, mert katonai bázison lehet lesz olyan hely, ahol ugye csak ezzel tudnék bemenni. Majd mindjárt meglátjuk, mert nagyon be akarok menni egyébként oda. Jó, 17 percig még van izém. Szteroid hatásom. Figyelj! Menjünk arra, hogy talán bevákolunk valamit. Mondjuk nem is kellett volna a szteroid, mert nem voltam olyan nagyon túlterhelve. Van gyerekek, megyünk katonai bázisnak, nekiugrunk. Így az ötödik napon, az egyik legnehezebb ugye loot zone. Vagy ilyen, nem tudom ilyen, minek nevezik ezeket? Build. Jó, először. Tök mindegy, talán bemákolok egy üzlet, valami jó cuccot. Talán bemákolom. Ugye minden, majdnem minden házban van ilyen főút, tehát érdemes lenne ilyen kisebb házakat is így végig, küldetés nélkül is ugye végig menned rajt. Mert hát, hogyha találsz valami, abba lehet, itt, mondjuk minek? Minek nekem itt a
Van italom bőven, nem az itallal van a baj, ugye? Azt megnéztük azt a izét, azt a mentőautót. Az a baj, hogy nagyon le vannak amortizálódva, akkor nem jó. Egyébként találni azért lutokat ilyen tök random helyeken. Elég jók a lutok, nem? Mármint, hogy így az így vannak. Nem az, hogy egy csont, hanem néha azért. Na, itt a military base. És ez a military base, ez egy egész jó védhető lenne szerintem. Arra mi van ott? Ott is van valami épület. Ó, rendőrautó. A mentőautó. És mentőautó, mentőautó. Van izé. És 9-10 óra van, gyerekek. Este 10-ig van időnk, hogy ha Istenem, legyen egy ellenszer, és akkor meg vagyunk oldva. Akkor meg van oldva minden. Ó, hát persze, hogy ne legyen. Nehogy jól érezd magad. Na, military base, betámadjuk. És akkor ott le fogok táborozni. Az lesz nekem itt fogok. Amcsi zászló föl van húzva, itt ez szuper gyerekek. Csak ugye itt azért ez eléggé kemény tud lenni. Ez egy elég kemény zón. Ugye nem csak ekkora, hanem föld alatti részei vannak ilyen rakétasilók, meg minden. Van egy kézvédő. Nem nekem kézből veszem egyébként. Jó, majd ezeket átnézem. Úgyse nagyon akarom, hogy megüssenek, az az igazság, hanem inkább ilyen kicsit ilyen snake-esbe nyomjuk, ugye? Ja, itt viszont elég kemény NPC, vagy ezek katonák vannak. Azt hiszem, hogy már kint is tud lenni. Nincs benne. Akkor egyébként azért teszem be az ajtót, legalább ne nagyon támadjanak be. Már megint piásak vagyunk. Hallod, ez a csávónak erre rá kell mennem, mert folyamatosan innom kell. Na gyerekek, legyünk már szerencsések. Legyünk már szerencsések. Amiket el tudok verni kézzel, azokat kézzel megpróbáljuk elverni. Mondani, mi az? Hogy tudok ide bejutni? Azt se tudom már. Oda nézzetek, üzei Hammer, meg minden. Aha. Nem az a baj, hanem a kakadu. Nem is a izé a csávó a baj, hanem nem mondod, hogy mi izé túléte. Ez mi a szar van, gyerekek? Hogy kettő volt? Mi a franc? Ja, én hallottam, hogy jön még egy kicsit be vagyok szorulám. Lassan töltődik a stamina, mindjárt iszunk egy kávét. Mert azért kelleni fog szerintem. Ja, nem, sporolok egy kicsit előszere, időm most azért van. Itt is egy csaj. Hogy került az a csaj oda, bazd? Ó, loot! És ez általában lőszert dobnak. Ó, minden dobott, de van dobott egy kis lőszert, és jó. Megyünk, rámegyünk a csajra. Rámegy az aknára, bazd, baj lesz. Úristen, nem még ijedtem! Hallod, ez kemény volt, felrobbant a balfasz. Ugye ez jó nekünk, jó lenne nekünk idékor is. Ez mi az a morgás? Ez mi ez a morgás? Ti ezt halljátok? Ez valami brutál morgás van. Ez belőlem jön, vagy mi ez a brutál hang? Ez a csaj adta ezt a morgást? Itt is egy katona. Őre vállon ütöttem, alig sebeztem rajt. Nem, már szétcsaptam a fejét, apám. Van ilyen izé, van ilyen csenszem, hogy szétütöm a fejét a csávónak. Mennyi van? 11 óra van. Aha. Ez jó. Arra kell menni, ha? Mert ugye be lehet menni, csak egy elég hosszú útvonalon, meg eléggé csapdákkal teli útvonalon. Várjál,
Nézzünk valamit? Hogy a toronyban elvileg vannak köcsögök, és oda be lehet látni, csak az a baj, hogy nem tudok oda felugrani, mi? Mert innen azt hiszem rá lehetett látni a kis köcsögökre. Na, nem tudsz fölmenni. Ott van, látod? Aha. És akkor ugye azokat ki tudod innen lőni, és ez nem az van, hogy instant betámadnak, ha benn leszel. Ó, de jó lövés volt, mi? Aha, ez jó volt, ugye? Ez fontos, mert hogyha úgy támad meg, hogy ott benn furkorászol, úgy kellemetlenebb tud lenni. Na, próbáljunk meg bemenni. Megyünk a söréttel. Nagyon nem ütlegelünk. Hát nem olyan túl sok lőszerem van, de azért van. Lehet, hogy üzélünk kicsit. Snake-elünk. Sok zombi lesz, de próbálkozzunk, jó? Figyelj itt ezt. Ezt viszont meg kell nézlenem. Mennyi? Jó, hát ezt akkor hagyod. Sokat nem tudok snake-elni, mert nincsen időm. Nincsen nyilom. És megint szomjúság vagyunk. Egyébként ezt nem értem, ezt a folyamatos szomjúságot. Lehet, hogy a kígyómarás téma is közele játszik. Jó, figyelj, próbáljuk egy hitelni őket, jó? Mert... Próbáljuk egy hitelgetni őket, ne legyen az, hogy nagyon spórol, vagy idejön, elcsesszük a... Ezt nem fogom egy hitelni, az biztos. Jó van, semmi gond. Urai vagyunk a helyzetnek. Azt meg ott ütlegel várja. Igen, tudja, hogy mi van. Jó, hát ez kimozgotta. Figyelj, fejbe húzom. Horrolósban nyomom, gyerekek. Nincs itt idő appelláta. Jó tesz. Jó. Nyugi van. Nem vagyunk rosszak. Annyi probléma van, hogy nem nagyon adja időt. Azt, ami nekem kell, ugye. Figyeljetek, 12-18 jók vagyunk. Az a baj, a kigyóharapásom az nem fog teljesen meggyógyulni, mindjárt lelezérum hatása el fog távozni. De még ugye hosszadalmas tud lenni, ott egy tervrajz. Egy workbenchnek a tervrajza, amit szerintem biztos vagyok benne, hogy az egy nagyon kell. Military 4x4 lúló lárva. Na figyelj. Ez egy... nem húzod el, hogy pont eltaláltam. Hát ez nagyon jól kinyitottam. És tök jó, és az ablakai, nem is látsz bele, az ablakai le voltak zárva, tök durva volt. Hát jó, jó van, ez sok szart kapom, nem sok jót. Már ez Józolható? Nem józolható. Igen, vizet ugye tudnék nyerni ki, de most egyáltalán őre nem érdekel engem. Jó, mehetünk tovább, nem? Nézzünk be, hogy nincsen valami olyan hely, ahol nem rálátok zombire, mert akkor inkább úgy kéne csinálni. Érdekes, az zárva van az a... Ha zárva van. Lőszer legyen, mert... Persze. Mondjuk az is jó. Ez jó, nincs benn. Ármoros. Jó. Ez valaki zörög ám, elmondom nektek. Jó, most mindent összeszedek, azt majd szelektálunk, jó? És megint szomjasak vagyunk. Ez mitől van? Ez nem hiszem el, hogy természetes amúgy.
Valamilyen frankó nyilat találtam. Nem találtam? Akkor lehet, hogy az valami crossbow volt, na? Hol vagytok, gyerekek? Valaki nyugtalankodnak, de nem látom, hogy hol. Biztos az ajtón túl. De ott kéne egyet lootolgatni. Hát, ha megfogjuk az Isten láva, gyerekek. Hogy nagyon rúgják a port, lehet, hogy sokan lesznek. Ugye? Mi volt ez, bazza? Mi felesett volna valaki? Mi a szar ez? Hol vannak fönne? Ott üt meg valamit. Na jó, menjünk. El a baj, gyerekek. Az a baj, hogy hátba támadnak, az nem buli. A fasz. És ezek még mindig ütlegelnek, csak nem tudtak leesni. Úgyhogy ez nagyon veszélyes az a helyem. Jó, haladjunk valamennyit. Itt nem volt bellút. Robbannak ott kint, vannak a hülyék, valamit küzdenek. Jó, próbáljunk meg eljutni a főlútig, azt utána majd kipucolom az egészet. Egyébként ez egy nagyon nagy object. Csak ugye... Ezek lehet, hogy leestek. Há, nem, menjünk tovább, mert el fog fogyni a lőszerem. Nem olyan túl sok bomba. Ott a gyógyszere. Figyeled? Oda van fönn. De én át tudok ide ugrani? Aha. Ezek pont az nincs, amik ellenáll kipörnek, mi? Ez egy ilyen kicsit ilyen Black Mesa, nem? Úgy gyerekek, ide kell bemennem. Aha. Ez megint gyanús. Rohadt gyanús, nem? És hallom, hogy futkoráztak ezek a kis köcsögök. Ezek nagyon közel vannak. Na, még egy miningos. Ez meg sem néztem, hogy meg volt-e tanulva, de szerintem nem. Ki fogják ütni az ajtókat. Erre kell menni valamelyre. Ugye még úgy van megcsinálva, hogy bontás nélkül te végig tudsz menni. Ott, itt meg idő van. Itt jönnek. Nem nagyon örülök neki. Ujjaj. Egyébként amikor betöltődnek meg, jönnek a zombik, akkor mindig ideje van. Ha? Az már is leesett a csém. Az leugrott, testvérem! Hú, bazzik, de ilyen nagyon hosszú lesz az út. Föld alatt meg mindenhol kell mennünk majd. Úristen, már most emlékszem rá, és már megint szomjas ez a hülye karakter. Már emlékszem rá. Valahogy le kell majd menni, igen, a létre. Nagyon-nagyon hosszú út lesz, és kutyák lesznek meg minden, úgyhogy tényleg spóroljuk. Nagyon hosszú lesz, be se érek, bazd meg addig. Mondjuk aztán nem olyan nagy baj, nem érek be, mert el vagyok én itt. Na ide a csávó, aki leesett, az ugye túlélte, mert ezek nem nagyon halnak meg attól, hogy lefogyognak. Ugye azért is
akad be, mert sokan vannak. Aha, gondoltam. Jó. Próbálok spórolni, de adhatna valami lőszert, nem? Rá fogunk cseszni a végén, majd a katonákat idejével kell ütlegelnem. Bukkós botta az úgy nem lesz baráti. Hol a csávó, aki leesett? Itt meg be kell mennünk majd abba, ott is lesznek rengetegen. Hát lehet, nem a Black Mesa-t kellett volna választanom helynek. Kapásból itt ezt betámadni. De ez nem a legbarátébb. Ilyen nagy dög kutyák vannak, meg minden ám itt lesznek. Aha, meg szakad le bazzai, de jó. De hogy tudok lejönni itt? Aha, azt hiszem, hogy ide, itt le tudok esni. Csak vigyázz óvatosan, mert oda kell bemenni majd, de bajos lesz. Igen, arra kell mennünk. Nagyon-nagyon bajos lesz, úgyhogy próbáljuk meg lopakodni. Mennyi pisztolylőszerem van egyáltalán? Egyébként van pisztolylőszerem, elég sok. Úgyhogy lehet, hogy az emberekre majd azt fogja elhasználni a képről. Az ott egy ellenfél? Az volt. Bejutni, itt nem emlékszem, hogy ezelőtt is szoptam. Na, itt kell figyelni ugye ezekre a kiszólt szemetekre. Ah, ott a kutya. Nem is volt ez olyan rossz. Szerintem még van kutya. Nincs kutya több? Tehát csodálom. Szemétre, óvatosan. Hú, gyerekek. Az a baj. Köcsög a rendszer, néha berobja föléd is, hogy valamit csinál veled, tudod. Meg tudsz szivatni keményen. Itt is ugye ez a szemétre rálépsz, akkor ugye jönnek a hülyék. Nem látok senkit. Jó. Meg kell nézni a szekrényeket. Könyves polcokat. Itt van a WC, ja. Erre emlékszem, ez megint egy kemény hely. És megint szomjasok vagyunk? Miért vagyunk folyamatos szomjasok? Ez valaki magyarázza meg nekem. Valaki magyarázza meg nekem, hogy miért vagyunk folyamatos szomjasok. De ilyen szinten nem lehetünk szomjasok állandóan, Lord. Értem én, hogy szomjasok vagyunk, de ennyire ne legyünk már azok. Ott még egy könyves polc, megnézi Keeper. Legjobb dolog egyébként a könyves polc. Fejlődési szempontból. Itt meg biztos, hogy lesz egy buzi. Úgyhogy figyeld. Hallod, ezek mögött biztos nem nagyon szívott meg mi. Melyik mögött lesz? Staking kingdom. Gyógyszer! Adjál egy olyat! Jó, ez is. Ott van a csávó. Másik fajta nyílvesszőből még van kettő stone, de úgy látom, hogy ez nem egy erős ellenfél. Jó volt. Ott tudunk tovább menni. Jó, mindjárt megnézem még ezt. Látjátok, ez jó volt ide jönnem ez a katonai bázishoz, mert azért itt ez nem kicsi. Ellenben nagy. Kalapács, tök jó cuccokat kapunk egyébként. Jó, sok cucc van, sokat kapunk, csak pont nem azt mindig, amit kell. Például egy büdös lőszert nem kapsz érted a sörétet, ami azért jó lenne. Na, itt tudom, ott is üldögélnek a hülyék, figyeled? Arra kell tovább menni, ott a csávó. Volt még egy nyílveszőm, ugye? Jó, hát ez fontos, mert így egyel kevesebbet kell kinyírni, úgyhogy ez tök jó. Meg ugye vissza lehetne venni, de nem mindig az a baj. Most én próbálom egyébként ezeket visszavenni, csak ugye... Jó, ez. Csak ugye eltűnnek valamikor.
Valamikor itt tönk, nem tudom, tönkre megy. Nem tudom, hogy mitől van ez. Egyébként az a katonai bázis az abban tök jó lesz, hogy jó loot lesz a végén. Meg elég masszív az egész. Aztán kinyitod ezek az ajtókat, ilyen hótpara hangja van. Hoppá, valami mosókony, haszerű. Ott van valami izé. Egyébként itt a zombi, nem itt ástak ez lett a zombik? Ott a csávó, figyeld. Hát de meg kell próbálom úgy, hogy... Ja. Sporolósan, sporolósan gyerekek. Jó, egyelőre szedünk ám aztán mindent, ja. Ebben biztos nem lesz más, mint ruga egyébként, azért nem nagyon szeretem ezeket kilootolni, de egy a fene. Jó. Talán nem lep meg senki. Egyébként még már 14%-ig levitte, azt nem is tudom, hogy meddig fogja, 12-ig, vagy mennyi? Mennyi voltunk? 60 valamennyi voltunk. 64, 62? Mert ugye 2x25-öt visz le az a szar. Ilyenkor még ráhúz egyet a... Golfütő, mekkorát se vesz? 36? Na az izém úgyis kezd leamortizálódni. Hát, ez 33-at, viszont ez már le van amortizálódva, úgyhogy jön ez ide. Jó az a végtelen inventory dolog egyébként, ez egy tetszetős dolog. Sörétesen megyünk, mert azzal tudom legjobban megvédeni magam hirtelenjébe. Ja, oda kellene volna menni. Mi testvéreim az úrba, bazze. Ide nem... Ah, de arra kell menni. Hallod? Milyen ennyi keszekuszán kell? Ezt majdnem elhagytam. Oh! Az mekkora durva, hogy az ég ott a világon mindent kapsz. És megint szomjas. Mondjad meg, miért szomjas. És megnézem ezeket a debuffokat, mert megőrülök tőle. Hogy ettől van? Vagy mi? Andal, stamina, star resist, mobility. Semmi olyan. Semmi olyan. Mitől vagyunk állandóan ész zombiasak? Mert azért ez már túlzás, hogy folyamatosan iszok egész végig, érted ilyet brutálisan. Úgy hát ez tiszta Black Mesa, a gyerekek ott kellett ilyen csöveken maszkolni, nem? És nem erre kell jönni. Ha nem, oda kell felugrani, vagy mi van itt? Mi van itt gyerekek? Ja nem, itt el kell fordulni. Ez tiszta Black Mesa? Már várom a súlyározásos üzét. Tudjátok, Half-Life 1, remélem mindenkinek megvan, mert ha nincs, akkor kitagadlak benneteket. Itt megint megszabadnak el, de menjünk lopakodva. Szereti az a játék egyébként eljátszani azt, hogy rád dobál ilyen dolgokat. Ellenfeleket. Eldugja a sarokba, ott a van. Kutya meg ilyesmi. Ez mi volt ez a robban? Ez a robbanás ugye mindig robbannak fel a kinti ízék, a hülyék. Most meg még éhes is vagyok, de jó. Na várjál, az kajám az viszont van. Az van, azt hiszem, dögivel kaja. Csak szarfajta kajám van. Mert ott hagytam az összeset. Na mindegy, ám. Együnk párat. Az a baj, az meg leviszi még a folyadékomat. Megiszok egy ilyen water, te. Mineral water. Ez biztos nagyon jó. Tudom egyébként, hogy miért jó, igen. Nagyon is jó. Egyébként a gépfegyverben is van ugye pár lőszer. Ez már most örög. Azt se tudja hol vagyok, de már örök, bazza. Ilyenkor ugye... Higgyétek el, én próbálok célozni. Csak néha nem megy. Na itt meg be a csőbe. Izé van gyerekek, hol jönnek a izék? Jó. Nem tudom, hogy ez kicsit meglepő volt. 5 darab lőszer, ugye megettem. Gyere! Husson rám! Snake bónusz. Nem lesz már egy kicsit sok a jóból, gyerekek. A szilotásból. Valaki hújogat. Hű.
Megint összefostam magát a keeper keményen. El fog fogyni a lőszerem, gyerekek. Hová gáz, kérem meg, már nagyon jó. És megint ez a hülye zene, hogy támad valami. És fogalmat sincs, hogy 18 fa, ez megint nagyon körülött nekem, bazza. Ugye menjünk pisztolja aztán, hogy olyan kis köcsögök vannak, akkor azokat azzal. Ez a kaja raktár, azt már látom, és úgy látom, hogy akkor hoppa, ott van valami. Jó, viszont, jó. Nyugi, nyugi, nyugi van. Próbáljunk meg megnyugodni. Egyébként úgy megy az idő, mint az atom. Hallod, ez nagyon kemény. A katonai bázis betámadja ki keeperizésed. A hatodik napon, az ötödik napon, vagy hányadikon. Jó, figyelj, ez jó. Na jó. Azért utolok minden szemét dobozt, hát, hogyha abban lesz a nagy cucc. De úgy látom, hogy nem. Mert ugye hát, randomitás törvénye. RNG. Hát itt van minden, hallod a konyhában ilyen ideig motoralkatrészek vannak. Nem, hogy jól érez már, ezt már néztem. Azt meg szét kéne megint csapni, egyébként úgy utálom ezeket szétverni, hogy az őrület. Még ez a Scrap X vizével is. Rohadtul nehéz, sokáig tart. Valami jó legyen már, hogy csém. Kaja, meg ilyen szarságok, mindig a kaja. Soha egy jó pia, vagy nem pia, hanem... Jó, azokat már meg sem nézem kinomba, hallod. Hány óra van? 18 óra, ez be van zárva. Ezt meg a keeper zárja be. Nem, fel kikapcsol. Aztán ide meg bekukkantunk, nem? Be kéne. Nagyon óvatosan kell rápróbálni itt a üveg. Ez a baj, az ment. Igen, már csak kettő darab ilyen szarom van. Na, jó. Na, mi van itt? Konyha? A testvéreim az urba. Rá kéne vernem egyet a golfütővel. Ez érdekesen kelt föl, nem? És ezért volt jó betennem az ajtót, szerintem, hallod? Aha. Szerintem itt fogócska lesz, gyerekek. Van-e még valaki? Ott ki vihar tombol, itt is esik az eső. Már miért nem? Itt mind a kettőt eltalálod, látod? Most jó, mondjuk csak az egyiket. Sporolnék a gyerekek, nagyon durvár. Hoppá, ott a csávó-e. Olyat ráhúzok, leszakad a töke. Mondtam én. Gyógyszer! Most ezt nem értem egyébként, hogy még mindig miért gyógyulok. Biztos igazuk van. Jó, gyorsan végignézzük. Mindent is. Még mindig gyógyulok. Nem értem, hogy miért. Szerintem már nem szabadna, nem? Hol, mennyit kell még gyalogolnom a főútig, mert... Jó, ez szerintem tényleg ez is egy ilyen 4-5-ös épület, nem? Biztos nem kevesebb, nagyon durva az izéje. És túl vagyunk terhelve, és elfogyott a izé. Csoda dolog. Ugye nyomunk egy kávét. Szódagépben van-e valami mineral water? Szeresse a keeper. Nincs több izé, nincs több... Steroidom. Széroidom, ez elfogyott. Nem tudom, egyébként érdemes ezeket átnézni. Figyeljetek, az a nagy baj, hogy 20 óra van, és 22 óra elkezdenek rohangálni a zombik itt bent is. Úgyhogy jó lenne, hogyha gyorsan végezne a keeperit, mert bajok lesznek akkor.
Így próbáljuk meg mozdulni, nem? Úristen, még nagyon hosszú lesz a móka. Ezt már most látom. Itt még nagyon hosszú lesz. Sajnos... Gyertek rám, aztán valami legyen. Ó, bazd meg. Nem szabad közel engednem őket, mert nincsen, nincs szaminám szinte semmi. Vagyis nem tudok futni, túl vagyok terhelve, na, inkább azt akartam mondani. Csak nem tudom elmondani normálisan, mert ugye vagyok. Jó, ezt fejbe velem. Golfütővel, ez biztos meghal. Iva. Bírta. Jó van, szintet léptünk, de jó. Gyerekek! Kemény a helyzet. Még mindig azt mondja, hogy támadnak rám. Amit nem is értek néha. De próbálok most gyorsabban menni. És valaki üt valamit, már megint. Megpróbálok a végére érni ennek az egésznek, azt a betyát. Oké, okay. Van valami, de az... Azt hagyjuk. Figyeljetek, föl kéne mennem. Mert elvileg, ha jól emlékszem, akkor itt van a ide, itt van a főút fönn. De... Az a probléma... Igen, itt lesz a főút föl, hogy egy órán van vissza. És hogyha azt nem csinálom meg, akkor baj lesz, tudod. Akkor futnak a zombik, mint az őrültek, azt az nem lesz jó nekem. Itt vannak még különböző helyek. De próbáljuk meg gyorsan egy óra alatt levéget. Hű, bazzel, nem tudok. Arra. Egy óra alatt próbáljuk meg kivégezni ezt a helyet, hogy a főútot meg tudjam kaparintani, stb. Stb. Gondoltam, valaki van mögöttem. Föl kell venni, megcsinálni a főútot, van 50 perce. Itt van fönt elvileg. Hány lőszerem van? Van 9. És itt lehet, hogy sokan lesznek. Itt a főút. Ugye egyet kiszedtünk, az szerencsés volt. Jók vagyunk, gyerekek. Ugye az ablakon keresztül egyet kikaptunk. Szerintem megvagyunk ám. Gyerekek, szerintem megcsináltuk. Megvan a főút. Megvan a főút, gyerekek. Azt a betyár. Oh yeah. És ez hova vezet? Oh my god. Ez mi ez a csapóhajtó dolog? És ugye elvileg itt van a kulcsa ennek, és akkor most kinyillott. De ezt mi be is tudjuk zárni akarjuk, úgyhogy ez tök jó. De föl nem tudunk menni szerintem, mert ide létre kére. Jó, ez nem gond. Opa, mi az? Nyugodjunk meg. Ez zárva. Viszont ezt megszereztük. Van egy csomó cucc benne. Jó. Itt vannak még ám dolgok. Lőszer. Nagyon jó. Shotgun, messiásos láda. Pont a végére megcsináltuk, gyerekek. És megint szomjasak vagyunk. És azt nem értem, hogy miért gyógyít az még mindig. Annyira jó volt, vagy... Na, valami morog. Úgy lehet, hogy elhagytunk zombikat. Sőt, biztos. Van egy vasső, ami volt. Azt ugye nem fogom tudni kinyitni, sajnos. Fegyver alkatrész, van még egy shotgun messiás láda. Remélem, mindenedik, nem tudom. Egyébként elhasználtunk rengeteg időt.
Igen, el kell menni a kajáért, hatodik nap lesz, és akkor itt alakítjuk ki a védelmünket. Itt bőven el leszek. Az a lényeg, hogyha küldetés ide véletlenül beszólít, akkor nehogy az legyen, hogy elvállaljuk és fölvesszük itt két, mert akkor ugye beresetelődik az egész, ha esetleg építettünk valamit. De hát nagyon még építeni nem kell. Ez mi a franc? Jó, megvan minden, ugye ezt nem tudom kinyitni, azt hiszem, hogy ez nehéz. Jó, ezeket összeszedtem. Azt nem tudom kinyitni. Ez nem tudom, hogy mi a szar, ez valami csapda volt, vagy mi a szar. Nem nagyon akarok leugrani egyébként. Nézzünk körül egy kicsit. Na, nem tudok kimenni sajnos, mert nincs egy rohadt létrám. Nem tudom, hogy kell a létrát csinálni. Azt hogy írják? Nem lade. Úgy van a létre, gyerekek, úgy van. Még egy rohadt boxot, csak dobozt nem tudok csinálni. Szorincs. Most én vagyok hülye, vagy nem így írják? Most ennyire nem lehetek hülye. Ja, itt futkorásznak közben. De, ja, azt meg kell csinálni, hogy föl tudjak menni, az az egy. Storage-ekbe ki tudok itt pakolni, vagy pedig kell, létrehozunk mi. Hát igen, itt elrohangálnak, de hát ide nem fognak tudni bejönni, ez a beton azért kemény dolog. Igen, kell csinálni storage-eket. De hát figyeljetek, itt leszünk, itt fogunk éderezni, ez van. Ez van. Hát ide nem fognak bejutni a száz. Ja, a létrát kell csinálnom, vagy felindulni domozt, amivel itt föl tudok menni. Mert elvileg ugye ezt most már, mivel megszereztem a kulcsát, nem az zárva maradt, az meg. Vagy nyitva maradt. Hát a francnak nyitottam, akkor ki. Nem örülök. Ezt se tudom kinyitni, semmit nem tudok kinyitni. 26. És 100-nak kell lenni ahhoz. E itt meg. Itt is 100-nak kell lenni, szóval lockpickingre érdemes rakni. Jó, hát tűnnek, mint az őrültek. Jó lenne fölmenni, mert ugye akkor le tudnám őket lövöldözni, vagy bármi, nem kéne itt attól félni, hogy itt szétvernek valamit. Tehát nem fogja szétverni, az biztos. De ez kellemetlen, hogy itt szórakoznak. Igen, itt ki kellene mennem. Nem is értem, hogy miért nincs létre tovább. Ajá. Miért nincsen létre? Meg miért nem tudok létre? Mondjuk, mi a franc van? Nem is látok olyat, hogy ez mi? Ilyet tudok csinálni. Na, ezen akkor ki tudok menni majd. Figyelj, csináljunk egy... Hányat tudok? Kettőt csinálok. Ja nem, ezt a Carpenter Stable-nél lehet ezt is csinálni. Annyira utálom egyébként ezt. Jó, hát... Csak ott tudsz csinálni. Tier 2-es. És itt írja, hogy mind tudod, látod? Ezeket egyiket se tudod. Lelandzsát tudsz. Hát ez így kellemetlen. Szerintem nem tudok létrát. Hát volt olyan, hogy wood lét, izé. Lét. És nincs létre. De miért nincs létre? Szóld már meg nekem. Valaki mondja meg nekem. Jó, hát ha izért vissza kell menni reggel, a cuccaimért, ezt nem értem egyébként, hogy miért gyógyulok ennyire meg. Ez valaki már írja meg, hogy miért gyógyulok ennyire. Hát nem azt írta, hogy egy olyan szar az csak 25%-on visz le. És én már 4,3-on vagyok, és meg fogok gyógyulni mindjárt. Tudod, a szar az tényleg azt írta, hogy várja, azt hogy nevezik? Valami ant akármicsoda. Itt van. És azt írja, hogy nem írja semmit, mert így nem tudom megnézni, de jó. Sajnos itt nem tudjuk megnézni. Na mindegy. Ez van. Kell storage csinálni, meg kell ilyen table csinálni, meg akkor tudok csinálni létrát, vagy lépcsőt ide, akkor csinálok egy lépcsőt, hogy föl tudjak menni.
Vagy létrát nem tudom, hogy tudok csinálni, az is érdekes. Na mindegy, valahogy megoldjuk. Ja. Hogy ki tudjak menni. Jó. Oké, okay. Ennyi van. Meg ott, ha várjátok, itt visszafele volt nekem még egy ilyen ládám, azt még gyorsan megnézem. Úgyis ugye réféltől réfélig szoktuk tolni. Ilyen itt üti a falat, hadd üsse. Itt mi ez? Volt még egy láda, amit elhagytam, mert nagyon kapkodtam, meg vannak itt még dolgok. Volt egy időszak, amikor ide akartam letelepedni, emlékeztek arra? Egyébként a staminám az így a békösegge alatt van, így, hogy túl vagyok terhelve. Csak egyelőre nem akartam kipakolni, főleg nem olyan storage-ekbe, amit nem az enyém. Egyébként nagyon túl nagy szerintem ez a bázis. Mármint nekem azért nem tetszik, mert ilyen átláthatatlan. A zombik össze-viszont mászkanak észre-sorozat, nem? Ez nekem egy kicsit olyan taszító. Hát nem, most figyelj, itt megyünk össze-vissza mindenhol, azt sem tudod milyen termek vannak, merre. Nekem ez egy kicsit ilyen too much ez a bázis. Úgyhogy ez a bázis, ez csak tényleg az, hogy a hetedik napot éljük túl. Arról fog szólni, meg itt is vannak lúrkok. Akkor ezek szerint meggyógyultunk, bazza, én meg azt hittem, hogy izé. Hogy nem. Hogy nem fogunk, akkor meg vagyok gyógyulva. Pedig valaki írta, hogy fogadjuk, hogy nem fogok találni, és meg fogok halni. Valaki ilyen ide volt, valaki ilyen mocsog volt. Na, üssed már meg valami rendesen, mert megőrülök. Még máma szét verem, hallott. Olyan durva. Ja, jó van. Ez mi ez a húk? Ez mennyi? Ez is csak 31-et sem. Ez egyébként nem valami marha jók. Ez meg egy ilyen. Ezt jó drágán esetleget tudom adni. Ez arra lesz jó. Hát, ja. Egyébként annyira nem vagyok kibékülve itt a szerzeményeinkkel. És azért visszajöttem, hát, hogyha elhagytam valamit a nagy rohanásba, de úgy látom, hogy nagyon nem. Hát, lőszerem az lett bögivel. Azt hiszem, hogy pisztoly lőszer is van 11. Ilyen lőszer az nem nagyon, pont olyan nincs, amihez van fegyverem. De hát nem baj, lőszert azt nem adunk el. Jó, figyeljetek, végigjöttem. Egyébként ide lejövök ide a nagyon mélyre, akkor biztos, hogy a horda nem fog elkapni. Főleg, ha beteszem ezeket az ajtókat. Ugye ezek az ajtók, ezek ilyen nagyon erős ajtók. Csak az a durva, hogy ilyen izé hangja van, ilyen, mint hogyha nyerítene valami. Jó, itt a konyhát megnézem, mert azt is ott hagytam, végig rohantam. Aztán egyébként ez egy böszbe jó védhető vázis, csak hát kipernek ez a problémája vele, hogy nekem too much, nekem túl nagy. Sok, átláthatatlan. Nem szeretem az ilyen 200 termes bázisokat. Ez arra jó, hogyha valami multiba akarsz valakikkel játszani. Akkor azért el tudsz fittről még lenni. Hogy sem mekkora tudom eltem hallani. Azt hittem, hogy van ott valami, de van is valami. Ott azért lehet közlekedni, figyeled. Ezek a falak, ezek ilyen papírfalak, hallod? Látod? Durva. Na. Van egy kis víz, ezt kinyerjük. Mert folyamatos szomjas a csávó, de ezt sem értem, erre valaki adjon választ. Hogy miért van az, hogy non-stop szomjas vagyok. De tényleg. Hát most nincs melege. Hát akkor miért? Figyeljetek, simán túléltünk egyébként. És panasz nem lehet. Megint veszünk innen is vizet, csak murky water, tehát az is jobb a semminél. Körülnézünk. Vissza kéne menni egyébként a bádi izére is, a bolthoz is. Ugye? Sör, minden van itt, mind a bocsóban. Itt is vannak még dolgunk szerintem, amiket nem lutoltam ki. Na ugye siettünk. Kis bicska. Jó, hát itt van bőven még.
Jó, gyerekek, szerintem el is búcsúzok, mert akkor reggel indulunk. Az a baj, nem tudok kimenni. Az a baj, nem tudok kimenni. És visszafele én meg hadd ne menjek már végig mindenen. Azt csináljuk inkább, srácok, hogy fölmegyek, kipakolok, csinálunk egy ilyen kraftolóállványt, ha nem tudok, akkor nagyon beszívtam, mert nem tudok semmilyen boxot csinálni. Akkor körbe kell mennem mégiscsak, de lehet, hogy körbe is fogok menni, mert akkor inkább nem kraftolok most egyelőre. Ez mi volt? Az itten rohangálnak a hülyék, és robbannak fel a környéken. Na, még azt a kettő mellékhelyiséget akartam megnézni egyébként. És megint szomjasok vagyunk. Miért, gyerekek? Mondjátok meg! Mi ez, hogy állandóan szomjasok vagyunk egyébként? Vigyázzunk, mert még lehet, hogy találkozunk a csögökkel. Ebben van murky water. Egyébként ezt a murky water gyűjtöm, mert úgy látom, hogy ilyen nyílt vízből már nem lehet. Ami megint érdekes. Ebből is tök jó van írt. WC-ből lehet a murky water. De most meg van aztán fúratú vagyunk erre, mert tényleg. Most már tényleg nem akar mozogni a karakter. Oda nézze! Rusty Revolver. Milyen lőszer kell bele? 90 mm-es, sajnos. Ez nem annyira jó, de várjál. Ez mekkora sebe? Ez 32-t, így ráviszom. Aha, ez szarabb. Ez jobb. Ez jobb. Ugye, modnak köszönhetően egyébként sokkal több fegyver van. Annyi, hogy ez 6 lövetű, de hát ez is ilyen szarám, ilyen pipe revolvernek számító, gondolom. Gyerekek, ennyire tudok mozogni, úgyhogy tényleg kell valami story jackbe kipakolni. Hát, figyeljetek, pakoljunk ki akkor a konyhába. Jó, jó, de elbúcsúzom, és akkor innen folytatódik, mert rohadt hosszú lesz. Kipakolok itt ebbe a sorba, és akkor egyelőre ide, itt lesznek a dolgaim. Szóval visszajövök, valamit kezdünk magunkkal. De ide akkor jaj, ki is kéne raknom a dolgok, amiket nem használok. Meg ami figyelj, ami nagyon olcsó, és amit nem használok. Rakjuk ár szerint. És még egyszer ár szerint, akkor a legolcsóbb lesz a legelő. Figyelj ezt a shotgun-t. Gyerekek. De várjál, hát én ár szerint raktam. Meg még egyszer ár szerint. Ja nem, nem. Nézzük, hogy mi nem ér semmit, próbáljuk meg inkább azt. Nem tudom, hogy mit vigyek el, mit pakoljak ki. Figyelj, rakjuk ki ezeket. A festék biztos nem kell, ez biztos nem kell. Murky Water azt maradjon. Ezt nem kell. 19 pénzem van, azért az kemény, nem? Azt viszem, mert lehet, hogy sütni fogunk. Azt így, oké. Okay. Clay nem kell, ez nem kell, ez nem kell, ez nem kell. Ez mennyit tudok ide rakni? Semmi többet? Nem, többet nem. Ott kéne egy kicsit duajkodnak a csávók. A rezin az lehet, hogy kell, ragasztó az kell. És ugye itt a kevés a fenyőfa. Ezt az empty palackot is visszük. Ez biztos kell. Scrapwire. Rengeteg, rengeteg kacatom van. Mi az, ami nagyon nehéz? Nézzük meg azt is. Ez a murky water ilyen nehéz? 5 kiló, bazzer. Ezt leszkepelem. Vagy mennyit ér ez? 12-t. Az baj, eladni kellene inkább ilyeneket, nem? Fú, van izé pipe bombom. Nem is láttam. Mi az meg a izébe esett biztos. Jó, figyeljetek, a maradékot vigyük el aztán, hogy próbáljuk meg eladni, jó? Mi ez a nagy förgés? Meg vannak ezek tébolyodva egyébként? Jó, hát visszafele mindenképp ki kell mennem innen. Az esküszöm, ez itt van, bazze. Hát csak közel vagyunk a falhoz, az is közre játszhat. Esetleg ide nem mondod, hogy nem tudok felugrani, mert megbolondulok. Az mi? Nem mondod, hogy nem tud felugrani a karakter ide.
Jó buli lesz, nem tudok kimenni. Ó, jó van, akkor visszamegyünk. Na mindegy, gyerekek, elbúcsúzó, úgyis mindjárt 4 óra van. Az valami, hogy megpróbálom kijutni instant. Olyan jól van fönn egy ilyen doboz. Álljál meg. Itt meg mi van? Itt is. És mit ütök, várjál? És egyébként ütnek itt ezek, mint az állat. Nem tudnak bejönni. Mint kaja. Lehet, hogy föl kéne menni beleugrani abba a szellőzőbe, ami ott volt. Ezt megnézni, az mi? Egyébként nem értem, mi az a nagy őrület. De ezek esküszöm, mindjárt beásnak ide. Ez úgy jó buli lenne, nem gyerekek? Egyébként az a túlterhelés, ez halál. Nincsen izem, nincs szteroidom, tuti? Nem adod valahol. Úgy nézem. Megnézem, hogy mi van akkor, hogyha beugrok abba a csatorna, vagy milyen szellőző csatorna, vagy minek nevezik be, jó? Hatalmas ez a bázis, és ez emiatt nem tetszik, ezért nem akarok ide letelepedni semmiképp. Tudjátok, mit kéne megnézni? Még azt a föld alatti bázis, tudjátok, van egy bunker, amit láttunk. Hol meg vagyunk gyógyulva, nem mondom nektek, azért érzitek. Azért sikerült túlélnünk, már nem volt egyszerű. Lehet, hogy nem is kellene volna 2 adag. Én úgy értelmeztem, hogy 25%-ot visz le. És 60 valamennyi voltunk, akkor nem tudom, hogy sikerült akkor levinnünk ebből ez nullára. De hát jól van. Legközelebb nem nyomjuk be mind a kettőt, hanem csak egyet, aztán akkor kitapasztaljuk. Na. Igen, 4 óra van már húzhatnánk. És még már ilyen seg is vagyunk. Jaj, de jó nekünk, komolyan mondom. És ez most mi a fa? És te aztán mondta, hogy azért... Figyelj, mindjárt megőrülök. Nézzük meg ezeket a szaros skilleket, mert utálom, hogy nem tudok vinni. Mi ez az erő? Hogy van? Nincs az, hogy többet tudok? Itt van a... Ez érdekel engem. 20 egységgel. Jó, akkor várj, mennyitől 2 pontom van. Ez 1 pont kell hozzá, és 1 pont kell hozzá. Ugye? Akkor tudok egy ilyet rakni. 20 egységgel. Ez böszmére idegesített. És végre, és akkor nem vagyok túlterhelve. Oda néző. Áj, de jó, bazze, hogy rohagy meg. Na, viszont ez érdekel, hogy ide mit lehet itt... Hol faszba vagyunk? Hát nem volt sok érte, várjál. De. De. Nagyon kijutottunk. Nagyon jó. Új, bazze. Ezt elhagytuk a csávót, nem? Ó, de milyen jó gyorsan mozgok. Imádom. Oda nézzél. És kijutottuk. Jó van, akkor ki tudok úgy jönni, úgy jutni, hogy ott leugrok. Csak azért elég kellemetlen, mivel elég nagyot sebződhetsz. Jó, kijutottunk, gyerekek. De jó, szuper. Megnézzük ezeket a gépeket. Úrajon, nagyon vagyok függve, bocs! Ez jó hosszú részlet, mi? És mindjárt megint túl leszünk terhelve, mert a Keeper nem bír magával. De jó, de jó. Van valami kajám? Volt valami konzervem, nem? Jó, meg vagyunk gyógyulva, gyerekek, tökéletesen jó állapotban vagyunk. Szuperek vagyunk. És akkor ez a bolthoz kéne elmenni, akkor megjelen, ami a gyerekek, nem bírom abba hagyni. Na jó, figyeljetek, várok benneteket a következő részben, imádom ezt a játékot. Szevasztok!